Kreatív Sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobby Üzlet biztosítja. Tehát ebben az adásban, a Kreatív Sarok adásában hamar elkészítettük a koszorúinkat, a részeinket, a képeslapjainkat, akkor talán illő egy karácsonyi asztali terítékre való díszeket is készítenünk. Ugyanis a karácsony attól is szép, hogy összeül a család, együtt költjük el az ebédet, és akkor talán az asztal is úgy kell kinézzen, hogy ha már egy évvel egyszer van karácsony, akkor legyen egy ünnepi asztalunk. Nagyon fontos kelléke a karácsonynak az illat. A jellegzetes illatok, a fűszerek illata, a fahéj, a szegfűszeg, az ánés és a narancs. Ez nem csak a süteményben található meg, hanem egyszerűen az asztalunkra is rákerülhet. Nem egyéb formában, hogyha kapunk elő egy narancsot, egy kevés szegfűszeget, és egyszerűen olyan mintát, amilyet mi szeretnénk. Beleszúrogatjuk a szegfűszegeket a narancsba, és kitesszük őket az asztalra. A narancsba szúrt szegfűszeg egy nagyon-nagyon jó illat. Én már érzem. Igen. Nagyon-nagyon jó illatot fog kölcsönözni, tehát megteli karácsonyi illattal az egész ház. Elkészíthetünk többet is, vagy akár csak dísznek a karácsonyi asztalra, és majd, hogyha nem tartjuk benne sokáig a szegfűszeget, akkor az asztal végén csemegeként el is fogyaszthatjuk a narancsot, vagy ha nem egészen megtarthatjuk addig, amíg a karácsonyi ünnepkörnek vége lesz. Mindvégig illatanyag lesz a szobánkban, és egy szép dísze is tulajdonképpen, mert ez a narancssárga barnával nagyon-nagyon jó harmonizál, úgyhogy egy szép dísze is lehet a karácsonyunknak. Szétnézhetünk, hogy hogyan tudnánk egyedivé varázsolni az asztalunkat. Tehát először is kell egy nagyon szép asztalterítő, amire akár ráteríthetünk egy organza szallagot. Ez egy ilyen fátyolszerű anyag, ami persze erre az alkalomra a csillámporral van kidíszítve. Ezt akár készen is lehet vásárolni, de akár mi is elkészíthetjük. Ugyanakkor készíthetünk egy élővilágokból való rendezést, amiben akár rózsát, akár tulipánt, akár gerberát, bármilyen virágot beletehetünk. A lényeg az, hogy díszítsük néhány gömbbel, hogy legyen neki karácsonyi hangulata. Hogyha esetleg még a nyáron, vagy az évfolyamán bármikor begyűjtöttünk néhány ágat, mert hogy szeretjük a gírbe-gúrba faágakat, és ez eddig száraz díszítésként szerepelt a lakásunkban, földobhatjuk egy kicsit, beletehetjük egy üvegvázába, egy kis piros rafiát tehetünk, a piros szizált, ugyanakkor néhány színű gömböt is beledobhatunk, amit szallaggal díszítünk, és aztán majd a fa ágára fölakaszthatunk hasonló színű gömböket, vagy akár egy általunk elkészített kis tobozangyalkát is. Tehát így lehet hangulatosan tenni egy száraz virágokkal teli sarkot. Ugyanakkor, hogyha gyűjtögettünk tobozokat, akkor azt is megemlíteném, hogy lehet egy cserépbe apró kis tobozokat összegyűjteni és díszként használni. Tehát veszünk egy nagy polisztirén gömböt, azt most nem tudom kivenni, mert beleragasztottam, egy nagy polisztirén gömböt, a polisztirén gömbre a kis tobozokat szépen ráragaszgatjuk, majd gombos tűvel egy-egy kis karácsonyi szallagot betűzünk, és egy kis sziszált fogunk beragasztani. A cserepet azt megfestjük olyan színre, amilyenre szeretnénk, és nagyon szép dísze lehet ez is a karácsonyi asztalnak. De akár, hogyha ide gömböket is tűzhetünk, majd a gömböket levéve egész évben lehet dísze a lakásunknak. Elkészített fehér és ezüst színű fenyőnket beleállíthatjuk egy fehér cserébe, egy kis bordó sejempapírt nyomhatunk köréje, betűrhetünk köréje, és egy gyönyörű szép dísze lehet a lakásunknak, meg a karácsonyi asztalnak egyaránt. Ugyanakkor a gyertya sem hiányozhat, néhány ötletet. Egy üvegedénybe tehetünk színes kavicsokat, vagy akár homokot, néhány fenyőtobozt, néhány gömböt, egy kis angyalhajat, és egy gyönyörű szép gyertyát, és már is gyönyörű díszvarázsolunk az asztalunkra. Ami ugyancsak, hogyha az angyalhajat esetleg kivesszük, egy szép dísze lehet tovább a lakásunknak. Vagy egy másik ötlet, amit még lehet alkalmazni, egy boros pohár, egy pezsgős pohár, fejre állítjuk, és a talpára ráteszünk egy gyertyát, masnit teszünk, és a pohár belsejébe elrejtünk egy gömböt, egy kis borókaágat, egy fenyőágat, néhány méter szallagot, és egy nagyon szép dísze lehet az asztalunknak.
akkor az sem mindegy, hogy mi kerül a pohárba, igaz? Tehát az üvegünkből egy finom itóka, egy kis bor, egy kis pálinka, az még szebb, hogyha egy olyan üvegbe tálaljuk, amit esetleg magunk díszítettünk. Kenderszállal körbetekert, körbecsavart üvegről van szó, és díszítve egy kevés fagolyóval, vagy más színű kenderszállal például. Bort, pálinkát, bármit tárolhatunk, még akár a szörpöket is tárolhatjuk benne, ez is szép dísz az asztalunknak, és különlegességet ad. Az sem utolsó, hogy miután a tányérokat elhelyeztük, illik szalvétát is tenni az asztalra. Na hát itt is most már tűrhetünk sokféleképpen, vegyük a legegyszerűbbet, amit legyező formára tűrünk össze. Ezt még a kisgyerekek is tudják. Átkötjük egy kis aranyszallaggal, egy gömböt teszünk rá, és kész is van az ünnepi szalvétánk. A másik egy picit több technikai tudást igényel. Fenyőfa alakúra tűrjük a szalvétát, belehelyezzük a tányérunkba, és egy gyönyörű szép kis masnit helyezzünk rá. Még van egy. És még van egy, így igaz. Ez az, ami hosszabb és időigényesebb, nem maga a szalvétatűrése, mert a szalvétatűrése rendkívül egyszerű, hanem a dísz elkészítése. Egy kis fahéj, egy kis narancs, ánizs, egy kis angyalhaj és egy gömb rajta. Ezeket össze kell ragasztani, ráhelyezzük a szalvétára, és akár ajándékba is adhatjuk a meghívott vendégeinknek. És milyen ajándékokat adunk még? Hát ilyenkor illik az asztalra ilyen kisebb ajándékokat tenni, tehát kezdve azoktól az angyalkáktól, amiket már előző adásokban készítettünk, vagy akár a narancsra is gondolhatok, ez is lehet egy szép ajándék, de akár készíthetünk egy picit bonyolultabb ajándékokat is, például itt van ez az ajándék, ez egy kis manó, kötött sapkával, egy kis hópasztával díszített gömbünk van itt, átlátszó gömbünk van, amit félbevágtunk természetesen, és kis csillámporral díszítettük, és pirosra fiával. Ugyanakkor ez is egy egyszerű darab lehet, egy egész gömb, amiben angyalhajat tettünk bele, egy kis csengőt, piros szallagokkal díszítettük, ez is lehet egy nagyon szép és kedves ajándék, vagy hogyha ennél is bonyolultabbot akarunk, akkor itt van egy másik változat, ide előrehozom, ugyancsak egy ilyen átlátszó gömbbe, csillámporral díszítettük az első felét, hátul pedig hópasztával kidíszített fél van, amiben dekorgumi fenyőket ragasztottunk. Mint hogyha kinéznénk az ablakon és látnánk a havastájban a fenyőket. Tehát ilyen hasonló kis ajándékokat lehet előkészíteni, oda helyezni a tányér mellé, és a vendégeink biztosan elégedettek lesznek vele. Ez az az ünnep, amikor összegyűl a család. Tehát nekem ez az ünnep valóban egy olyan ünnep, amikor végre láthatom a szeretteimet. Tehát együttlétet jelent, nyugalmat, mert ilyenkor az éves rohanás után egy kicsit megpihenünk, nyugalomban együtt lehetünk, örömben együtt lehetünk, és reményt mindig az új évre, mert ebben a nyugalomban nyugodtan lehet gondolkodni, hogy mi lesz majd jövőben, hogyan lesz majd jövőben. Tehát legfontosabb számomra az együttlét ebben a periódusban. És a Székelyföldön milyen különlegesebb karácsonyi szokás van, amit nálunk nincs? Hát, ami nálunk van még, amit még tartanak, az az, hogy ilyenkor nagyban ülnek össze a családok, tehát ez kezdve szülő, gyerek, nagyszülő, nagynénik, nagybácsik, tehát nagyobb családban ülünk össze, és ez úgy kezdődik, hogy elindul az egyik család kántálva, megérkezik a másik családhoz, onnan tovább mennek, mindenhol leülnek, egy kis süteményt, amit mindenki sütött, azt magukkal viszik tovább, és végül egyik helyen összegyűlnek, és
Van úgy, hogy a gyerekek főleg, akik készülnek néhány karácsonyi verset, karácsonyi énekkel, előadják a tudományukat. Így szokott ez lezajlani, és egy hatalmas nagy vacsorával a végén, amire természetesen mindenki hozza magával az otthonit. A nagybányaiaknak, a szigetieknek mit üzen? Hát a nagybányaiaknak, a szigetieknek azt üzenem, hogy legyen egy békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepük, amikor végre együtt lehet a család, tehát minél többet legyenek együtt, hiszen egész évben elég sokat rohanunk. Örüljenek egymás jelenlétének, minél több időt szánjanak egymásra ez alatt a 3 nap alatt, amikor hál' Istennek még szabadság is van az embereknek, és ha lehet, akkor üljenek össze együtt elkészíteni a díszeket, mert az is a közös munka is egy nagyon jó összetartó erő, és figyeljenek nagyon oda egymásra, hiszen egymásnak lenni ez a legszebb dolog. Kreatív sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobbi Üzlet biztosítja.